Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia. Asztrológiai tudás mesebeli képekkel. 2020. április 7-én. Ezen a napon van egy szuperholdunk. Igen, ezt így nevezik, szuperhold. És ez mit jelent? A hold mozgásánál vannak bizonyos pontok, ami másképp hat a mi érzelmi világunkra, mint ahogy így megszoktuk. És ezeken a napokon érezzük ezt a különleges energiát, mégpedig arról van szó, hogy nagyon erőteljesen érezzük azt, amit mi kívánunk, amiről mi álmodozunk. És ez a vágy, ez az álmodozás nem csak az, ami titeket illet, hanem pontosan ez, amit a ti partnerotok vagy partnernőtök is átél és érez. De van különbség ezeken a napokon, attól függően, hogy milyen kapcsolatban áll hold a mi földünkkel. Ezen a szuperholdon, tehát április 7-én a hold közel áll a földhöz, tehát amiről mi álmodozunk, amit mi kívánunk, az elérhető. Az a közelben van. És a Föld mutatja azt, hogy ez elérhető. Ez az energia minden hónapban van, de nem minden hónapban van szuperhold. Ez csak akkor történik, ha vagy új hold van, vagy telehold. Telehold még jobb is, mert ez látható. Ez a szuperhold, a közelség a Földhöz, az pontosan 19 órakor van, tehát délután 7 órakor. És pontosan ebben a pillanatban vagy csináltok egy szertartást gyertyával, vagy gondoljatok arra, amit elérni szeretnétek. Miről álmodoztok? Ez az időpont azért fontos, mert pont ebben az időben, ebbe az irányba néztek, és ez hat. Én ezeket az asztrológiai felvételeket az indiai asztrológia szerint készítem, de hozzá kell tennem, hogy az indiai asztrológusok másképp számítják ki a horoszkópot, mert ők figyelembe veszik a precessziót, ami összeáll a tavaszi ponttal. Ez egy más számítás, más eredmény, tehát ne csodálkozzatok, ha én mondom, hol található a hold vagy a bolygók. Ez más, mint az az asztrológia, amit mi így Európában ismerünk. Ebben az indiai asztrológiában vannak holdházak, és ez mutatja a napi mozgást, a hold napi mozgását. A mai napon tehát, ha ezt 7-én nézitek, a hold a szűz jegyében áll a Hasta holdházban. Hasta annyit jelent magyarul, hogy kéz. Az kezet jelent. Tehát jön egy segítség, valaki nyújt nektek kezet, de azt is jelenti ez a holdház, ez a kéz, hogy vegyétek kezetekbe a dolgokat. Ez a holdház a Vindemiatrix csillag hatása alatt áll. Ezt a csillagot a rómaiak, de a görögök is nagyon ünnepelték. Vindemiatrix egy istennő, mégpedig a bor, a tánc, a zene, a boldogság, az ünnepségek istennője.
az, amit figyelembe kellene, hogy vegyünk, hogy ne legyünk szomorúak, ne gondolkodjunk sokat el a problémákon, hanem kell egy kis vidámság. Akkor is, ha a körülöttünk lévő helyzet mást mutat. A szüzek jegye is hat természetesen, hiszen a hold a szüzek jegyében mozog. Ez a föld eleméhez tartozik, tehát nagyon fontos a biztonság érzete, az anyagiak, vagy hogy a tervünket megvalósítsuk. A szüzek jegye mutatja azt is, hogy valamit át kell, hogy vizsgáljunk, de ne legyünk olyan kicsinyesek, ne kritizáljunk másokat, vagy ne legyünk kritikusak saját magunkkal szemben, hanem vigyázzunk arra, hogy minden rendben történjen. A mai napon megrendezhetünk valamit, rendezzük a dolgokat, és ennek van egy gyógyító hatása is. És most bepillantunk az elemekbe, a tűz elemébe, a föld elemébe, a levegő elemébe és a víz elemébe. A mai napon, tehát április 7-én a tűz elemében nincs bolygó. És ez azt mutatja a mai napon, hogy hiányzik valami. Hiányzik a lelkesedés, hiányzik az erő, hogy például megvédjük magunkat. Hiányzik a bátorság hozzá. Az is lehet, hogy hiányzik a melegség érzete. A föld elemében van a hold, azon kívül Mars bolygó, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz. A levegő elemében van Merkur bolygó, és a víz elemében a Nap. Erről tegnap már beszámoltam, ott megnézhetitek. Ami a mai napra fontos, hogy a hold elhagyta a tűz elemét, és átkelt a föld elemébe. Amit tegnap éreztünk, ami bennünket lelkesített, azt a mai napon megvalósíthatjuk. Vagy egy jó időpont ezt kezdeni. Ahogy a bolygók egymással kapcsolatban állnak, azt én tegnap már elmondtam, ugyanaz vonatkozik a mai napra is. Ami változott, hogy a hold kapcsolatban áll Uránusz bolygóval, és ez egy quincunx aspekt. És azt én úgy tudnám elmagyarázni, képzeljétek el, hogy előttetek van egy inga, és valaki tudni akarja, hogy milyen irányba fog kimozdulni, akkor mit válaszolnátok? Azt mondanátok, hogy nem tudom, fogalmam sincs. És pontosan ezt érezzük ebben a kapcsolatban a hold és Uránusz között. Az Uránusz bolygó által mindig változások lesznek. És a hold mutatja, hogy ezt mi érezzük is, kell, hogy változás legyen, de milyen irányba, vagy mit változtassunk az életünkben, azt úgy tudnánk megválaszolni, nem tudom, fogalmam sincs. Ez mutatja ez a kapcsolat. De a későbbiekben változnak a dolgok, és lesz arra lehetőségünk, hogy konkrétan rendezzünk valamit. És ez volt a mai asztrológiám, az indiai mesebeli asztrológia szerint. Köszönöm figyelmeteket, Dendera!